Jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk nézőit. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő mintegy fél órában. Idén is lehet szavazni a Csiky Gergely Színház legjobb színművésznőjére, színművészére. Ezúttal is a nézők dönthetik el, hogy ki volt számunkra az idei évad legjobb, legkedveltebb művésze, olvasható a Teátrum közösségi oldalán. A voksok leadására személyesen, papír alapon van lehetőség a jegypénztárban nyitvatartási időben, illetve az előadások alkalmával a nézőforgalmi területeken elhelyezett szavazólapok segítségével. A szavazólapok kétoldalasak, egyik oldalon a színművésznőkre, másik oldalon a színművészekre szavazhatnak. A voksolás április 28-ától június 17-ig tart. Az eredményhirdetést június 18-án 15 órakor az idei évad utolsó előadása előtt a nagyszínpadon tartják. 120 alkotó 466 képet küldött be a Somogy vármegyei önkormányzat által meghirdetett Értékeink Somogyországban című fotópályázatra. A szakmai zsűri választotta ki azt az 50-et, amelyet május 18-ától állítanak ki a vármegyeházán. A díjazást is megemelte az önkormányzat az előző pályázatokhoz képest. Az első helyezett 150 ezer, a második 100 ezer, a harmadik helyezett pedig 50 ezer forint értékű fotóutalványt nyer. A közönség is szavazhat, május 1-től 10 napon keresztül, azaz május 10-én éjfélig lehet megtekinteni az 50 képet a Somogy vármegyei önkormányzat Facebook oldalán. A nyertes az az alkotás lesz, amelyre a legtöbb like, pozitív reakció érkezik ez idő alatt. Kaposvár szolgálataért kitüntetést vehetett át Major András, a Kaposvár helyőrségi zenekar vezetője pár hónappal ezelőtt. A karmester számára nincs megállás, a zenekar mellett színházi produkciókban dolgozik és tovább is képzi magát. Mindezekről is mesélte stábunknak, a vele készült beszélgetést láthatják most. A elsődleges és fő munkahelyem az a Magyar Honvédség, és ott vagyok, itt Kaposváron vagyok ugye karmester, a helyőrségi zenekar karmestere. Dolgozom még itt a Csiky Gergely Színházban karmesterként és zenei vezetőként különböző projektekben, illetve tanítok Pécsen a Tudományegyetemen, illetve volt vagyok még doktorandusz hallgató. Hát csak ennyit szoktam csinálni. Hogy fér bele minden az idődbe? Hát jó időbeosztással, illetve hát kevés szabadidővel rendelkezem, mert ezeket sikerült úgy megszerveznem, illetve szerencsére mindegyik másik időpontban működik, ugye a színház az inkább este, az egyetem az inkább délután, illetve hát a honvédség az pedig napközben meg hétvégén. Itt vagyunk a színház egyik stúdiójában, nem véletlen a helyszín, hiszen az utóbbi hónapokban mondhatjuk azt, hogy kicsit beköltöztetek, mint katonazenészek ide a színházban. Színházban ugye a Riviera vadorzói produkcióban nem csak a zenét szolgáltatjátok, hanem színpadon is vagytok. Igen, igen, hát szerencsések vagyunk, mert egy ős bemutatónak lehettünk a részei. Nagyon büszke vagyok amúgy a zenészekre, meg a színészekre is, mert nagyon szépen megugrottuk ezt a lécet, illetve nagyon gördülékenyek voltak a próbák is. Igen, játszanak benne katonazenészek is, illetve nem katonazenész zenészek is. Hát fent vagyunk a színpadon, és azért vagyunk fent a színpadon, mert annyi hangszerünk van, hogy egyszerűen az árokban nem férünk el. Van olyan kollega, aki 4 hangszerrel játszik, van, aki 3 hangszeren folyamatosan váltják a srácok a hangszereket, és hát zeneileg nagyon-nagyon nagy kihívás, mert annyiféle stílust kell játszanunk, és ugye ez egy musical, gyakorlatilag egyfolytában játszunk, tehát mi ezt a közel 3 órát gyakorlatilag végig zenéljük a hallgatóság nagy örömére, és minden mellett szerintem nagyon szép látvány fent a zenekar a színpadon. Úgy hozzátartozunk szerintem a díszlethez. A rendező Tibor úgy rendezte, hogy igazából így benne vagyunk folyamatosan a képbe, és egyáltalán nem zavaró szerintem ez a nézők számára. Akkor, amikor katonazenészek találkoznak nem katonazenészekkel, és mondjuk van egy összeszokott csapat, ugye a katonazenészek is nagyon sokat muzsikálnak együtt, mennyire könnyű vagy éppen nehéz egymásra hangolódni? Hát könnyű, mi azért egy nyelvet beszélünk.
tehát hogy egy szakmai nyelvünk van. Természetesen a katonazenészek azok előnyben vannak, ők, hát azt szoktam mondani, hogy már minden rendszülésen, tehát tudják, hogy amikor jobbra tartom a fejemet, akkor mit gondolok, amikor balra tartom a fejemet, akkor mit gondolok. Melyik a jó? Ja, mindegyik jó. Nem, nagyon pozitív és derűskedélyű ember vagyok, úgyhogy én azt szeretem, hogyha jó hangulatban tudunk dolgozni, mert a munkát így is, úgy is el kell végezni, de viszont ha ez mellé jó hangulat és jó szakmai munkat társul, akkor sokkal eredményesebbek és hatékonyabbak vagyunk. A zenekarnak a magját a katonazenészek alkotják, ezáltal tényleg kicsit meg is könnyítettük a saját magunk dolgát, egyez, mert a kollégák ott benn már önszorgalomban ugye összejátszották előtte a magát a darabot, illetve a civil zenészek között is van számos olyan zenész, aki már játszott a katonazenekarra, mindig szeretünk vendégzenészeket meghívni és együtt játszani velük. Így nagyon-nagyon könnyű volt az asszimiláció. Közös nyelvünk van, mindenki szereti a jó zenét, úgyhogy nagyon könnyű útunk volt. Ezt említetted az imént, hogy megugrottátok a feladatot. Miért volt kihívás ez a musical? Miben volt más ennek a zenei nyelve, mint mondjuk egy másik darabé? Hát, hogy egy az ős bemutatóra azért szeret arra mindenki odafigyelni, hogy most akkor ez milyen színvonalon is működik. A másik a technikai része, mivel hogy hátul vagyunk, viszonylagosan hát egy ilyen dobozban játszunk, mi csak úgy hívjuk, ugye van több hanghatár a színpadon, és hogyha nem lennénk hangosítva, akkor gyakorlatilag a hangunknak csak egy része jutna ki a nézőközönséghez, ezért a hangosító kollégáknak nagyon-nagyon sok és nehéz feladata van. Hála jó Istennek a színháznak zseniális hangtechnikája van, nagyon ügyesen kezelik a srácok, és nagyon jó színvonalon tudjuk ezt reprezentálni. Emellé természetesen volt segítségünk is, illetve hát az énekesek, tehát amikor fent van 10-12 mikroport a színpadon, hátulról szól egy zenekar, ugye szólnak vissza az énekesek a kontrollba, hogy hallják önmagukat is, hát azért ez egy nagy hangmérnöki kihívás. De szerencsére minden klappul működik, megteszünk érte mindent, hogy a közönség jól szórakozzon. A stílus mennyire kézenfekvő? A zenei stílus. Hát számunkra kézenfekvő, gyakorlatilag könnyű. Könnyű zene, egy kis jazz, mindenféle elem megtalálható gyakorlatilag bele. Tehát könnyűnek tűnik, de könnyű is játszani? Nem. Tehát a lólengés sem könnyű. Azt is olyan jól nézni, amikor csinálják, hogy olyan könnyűnek tűnik, vagy amikor csinálják a gyűrűt, hogy olyan nem is olyan nehéz az, de aztán valójában nehéz. A zenészeknek is, illetve az énekeseknek is az a feladata, meg a színészeknek, hogy ami nehéz, az a közönségnek úgy tűnjön, hogy ez nagyon-nagyon könnyű. Tehát a fáradtságot és az izzadság cseppet azt nem vihetjük fel a színpadra. Így a zenészek se. Így ez nehéz, nagyon sokat, tehát folyamatosan kézben kell lenni a darabnak ahhoz, hogy el tudjuk játszani, illetve hát kilóra is nehéz, ezt a zenészek között szoktuk így mondani. Ez a kilóra nehéz, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokat kell játszani. Tehát nagyon sokat kell benne trombitálni, vagy zongorázni, vagy dobolni, vagy nagybögős éppen folyamatosan vált basszusgitára. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga kihívása. És hát koordinálni. Számomra az a legnehezebb, ugye, hogy mögöttem vannak az énekesek. Tehát kontrollból hallom én is őket, és így az a fajta kommunikáció, amikor nem vagyunk az árokba, és ugye ők lenéznek rám, illetve én felnézek rájuk.
Hát ez most monitoron keresztül történik meg. Ez az, amit a közönség nem lát. Így van. Ugye a katonazenészeknél megszokhattuk azt, hogy precízen, pontosan játszanak, pontosan kezdődik minden. Ez a precizitás a színházban is meg kellett, hogy jelenjen? Természetesen. Hát itt is megvan mindennek a rendje. Igen, igen. Hát a zenében alapvetően mindennek megvan a rendje. Tehát a jó zene azért egyfajta matematika is. Csak ugye azért a matematikán keresztül túllépünk, mert akkor vagyunk jók, hogyha katarzist tudunk elérni. Itt a Hüzse Csabának az egyik száma, az a címe, hogy Itt a vég, az például egy ilyen katartikus pont a darabban. De ez egy lassú szám, de valakinél például egy másik szám, ami például ilyen filmzenéhez tudnám a legjobban, vagy valami éppen egy soft jazz-t kell játszani. Ezek, tehát akkor vagyunk jók, hogyha ezek a pontok mindenkinél bekövetkeznek a darab folyamán. Nagyon viszi a zene amúgy ezt a darabot. Erről van visszajelzés a katarzisról? Mi az, amit ti a színpad hátulján tapasztaltok, vagy egyáltalán oda érződik ez a katarzis? Igen, hát akkor menjünk a kulisszák mögé. Igen, van. Tehát az egyik legfőbb visszajelzés az a taps. Ugye, hogyha sikerül úgy játszanunk egy számot, és általában sikerül, akkor ugye megtapsolják a nézők a számot. Ez az egyik. A másik meg teljesen meglepő módon az a csend. Tehát, hogyha megvan az a zene számnak az a hatáscsendje, az a 4-5-6 másodperc esetekben még akár felmehet 10-ig, amikor így teljesen megáll a levegő. Ebből lehet tudni azt, hogy elértük a közönséget. Meg természetesen, amikor találkozunk a hallgatósággal és személyesen kontaktálunk, beszélgetünk egymással, akkor ők ezt el szokták mondani. Ugye most Kaposvár Város napján Kaposvár szolgálatáért elismerést kaptál. Hány év munkája van ebben a díjban? Hát Kaposváron dolgozom most már több mint 20 éve. Hát mondhatnám, hogy benne van mind a 20 év, de amikor Dér Tamás alpolgármester úr tájékoztatott róla, hogy megkapom a díjat, én önmagam is meglepődtem, mert én még fiatalnak gondoltam ehhez magamat. De természetesen nagyon örültem, és ez egy nagyon nagy elismerés számomra. De hogy őszinte legyek, ezt nem csak magamnak tudom be, és ezúton szeretném megköszönni az összes zenésztársamnak, meg akivel valaha is együtt zenéltem, illetve dolgoztam. Önélkülük ez nem sikerült, tehát a mi szakmánk az egy ilyen csapatmunka, én csapatban szeretek dolgozni, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen nagyon, és hát mindenki érezze a magáénak is. Hogyan indult a zenei pályafutásod? Hát nem mindenki karmesternek készül. Nem, én sem karmester. Én eredetileg dobos szerettem volna lenni, csak amikor beiratkoztunk a zeneiskolába, pont akkor szűnt meg a dobtanszak, úgyhogy így lettem trombitás. A Budai Attilánál tanultam. Először Tabon, majd Földváron jártam a zeneiskolából, a tanárom ugye közben munkahelyet váltott, és akkor mentem vele. Onnét kerültem el Veszprémbe. Ott Simai László tanár úrnál tanultam a Toknányi Jernő Zeneművészeti Szakközépiskolában. Majd Pécsen tanultam, ott végeztem el a trombita szakot, majd utána Debrecenben már munka mellett végeztem el a karmesteri szakot, a fogolyzenekari karmesteri szakot. És most van Pécs? Most van Pécs, igen, tehát Pécsen a Zsolnai Wind Orchestrát vezetem, illetve tanítok az egyetemen, illetve oda járok doktori képzésre. Mindig törekszel arra, hogy tovább képezd magad? Igen. Alapvetően igen, szeretem magamat nagyon sok helyen kipróbálni, nagyon sok szerepben. Akik jobban ismernek, azok tudják, hogy nagyon szeretek felújítani és építkezni. Már gondolkodtam, hogy abban az irányban is elmegyek, de hát aztán a Jóisten mindig visszaterelget a zenei pálya felé. Hát muszáj, hogy fejlesszük magunkat, és muszáj, hogy nyissuk a látókörünket. Azért, hogy
egy az, hogy úgy tudjuk megfogalmazni, tehát úgy tudjuk interpretálni a zenét, ahogy az kell. Kettő, meg egy idő út, tehát hogy nem szeretnék szakbarbár lenni. Tehát szakmai sovinista vagyok nagyon, és a katonazenét szeretem a legjobban, de mindenfelé szeretem kinyitni a szememet. Én is fejlődöm általa, a zenésztársaim is fejlődnek általa, és ennek szerintem a legnagyobb nyertesei a hallgatók. Hogy lettél trombitásból karmester? Mi vonzott? A katonazenekaroknak van egy szakmozgásuk, a gyepsó. És amikor zenére különböző formációban mozgunk. És ugye ezt a kaposvári közönségnek nem kell bemutatni. Igen, igen, ezt úgy országszinten nem kell bemutatni. Nagyon szeretünk ilyen vicces szakalaki produkciókat összeállítani. Talán ez volt a kezdő motiváció ehhez. És utána ugye tanítottam a Liszt Ferenc zeneiskolában, ott 12 évig vezettem, ott is egy fúvózenekart, illetve vezettem az ifjúságit, illetve az utánpótlást is. És ez valahogy így természetesen jött, valahogy így mindig kirajzolódott, hogy ez az én utam. És akkor ugye lépkedtem előre a rangrétán, a szakmai rangrétán, és akkor egyszer csak ebben a pozícióban találtam magamat. Mekkora felelősség karmesternek lenni? Hát gyakorlatilag nagy. Hát minden szakmai döntés is, minden az ő vállát nyomja. A zenei interpretáció, a műsor összeállítás, minden. Tehát, és hogy tudjuk elérni a közönséget. De talán a katona zene az, ami mindenkinek a szívét meglágyítja, nem? Mert ez egy olyan műfaj, ami egyrésztről fölhívja saját magára a figyelmet, nem lehet nem odafigyelni, és hát azért a dallamok is közkedveltek. Igen, az egyenruha varázsa azért az a mai napig működik, illetve hát nagyon-nagyon jók Magyarországon a katonazenekar, nem csak a kaposvári, hanem mind a 10 katonazenekar nagyon-nagyon jó Magyarországon, rendkívül magas színvonalon működnek a zenekarok. És a sajátosságunk az a magyar történelmi indulók, illetve tehát a katona zene, tehát ezen belül az indulók. Ezt szerintem úgy játsszuk, mint a világon senki. Tehát van egyfajta íze, illetve varázsa. Mi ez az íz, mi ez a varázs? Hát, mitől jó a magyar katonazene magyar zenészekkel? Hát attól jó, hogy gyakorlatilag akárhol megjelenünk. Egy az, hogy rövid időn belül tömeg van körülöttünk, és az indulónál, hogy egyszerűen fogalmazom, hogy megindul mindenkinek a lába. Hogy mindenki arra úgy lépni akar, ez az együvé tartozás, ami mindig is jellemezte a katonazenekarokat, ez az együvé tartozás. Egy zászló alatt, egy zene alatt, egy induló alatt mi egyek vagyunk. Tehát én egységként is gondolkodom a zenekarban, tehát a zenekar az egy egység. De majd beszélhetek amúgy színházi zenekarról, vagy az egyetemi zenekarról, vagy akármilyen zenekarról beszélhetünk, tehát az annak egy egységnek kell lennie. Attól függetlenül ugye egyéniségek vannak benne, nálunk is vannak nagyon nagy fazonok, nagyon nagy egyéniségek, de ezek csak színesítik. De mindenki tudja, hogy ha nekiállunk indulót játszani, akkor az hogy kell játszani, ha protokollanyagot játszunk, akkor hogy kell játszani, ha koncertműsort játszunk, akkor hogy kell játszani, ha szakalakit játszunk, akkor hogy kell játszani, és mindegyiknél van egy bizonyos pont, aminél nem megyünk tovább. Nem csak, és ugye tudja a közönség, hogy nem csak protokolláris eseményeken vagytok jelen és zenéltek, hanem könnyedebb műfajokat is megszólaltattok. Gondoljunk itt például az adventi koncertjeitekre, ez csak egy példa. Ott mennyire cél az, hogy picit újat, picit más szint hozzatok magatokból? Hát ez mindenképpen cél. Az adventi hangverseny sorozatunkon kétszer ugyanaz a műsor még soha nem hangzott el. Mindig megvan a koncertnek a maga koncepciója, amire felfűzzük a zenéket, illetve szoktunk hívni ugye vendégszínművészt vagy színművészeket, akiknek a megfelelő összekötő szövegeik megvannak. A legutolsó az ugye elég vicces volt, mert ott igazából az is volt a cél, hogy kifejezetten könnyed legyen és szórakoztató.
Úgyhogy most már várjuk ezt az évet, remélem ebben az évben újra vissza tudjuk hozni ezt a kis sorozatot. Ilyenkor mennyivel előtte kell készülnötök? Akár mondjuk neked, hogy a történetek, a gondolatok vagy a versek meglegyenek, és hozzá a zenét válogatni. Meg ne talántán, hogyha még kicsit áthangszerelni kell, akkor az is meglegyen. Igen, a hangszerelés az időigényes, de szerencsére nagyon-nagyon jó zenészeink vannak, és még nem sikerült olyat írnom, amit ők nem tudtak volna eljátszani. Hát körülbelül olyan augusztus környékén szokott először megfogalmazódni bennem az, hogy mit is kellene játszanunk adventkor, és a zenekarra lényegesen később kezdünk el készülni rá, mert addig még nagyon-nagyon-nagyon sok feladatunk van. Egy pár hetes, maximum egy hónapos próbaciklus tudok megjelölni, de az sem folyamatos, mert ugye a szolgálati feladatainkat, illetve az összes feladatot el kell mellette látnunk, tehát oda ilyen bebeékelt próbákkal készülünk, illetve hát a zenészek egyénileg készülnek, ugye megtanulják a saját anyagot, úgyhogy azért lényegesen gyorsabb próbálni. Úgyhogy ott augusztus környékén elindítjuk az adventet, és akkor az megvan december elejére. Itt is nézzünk egy picit be a kulisszák mögé, hogyha engeded. Hogyha mondjuk van egy könnyű zenei mű, ami valami miatt illeszkedik a műsorba, hogyan kell elképzelni az áthangszerelést? Mondjuk olyan hangszerre, ami mondjuk kevés szerephez jut a könnyű zenei darabban, vagy egyáltalán nincsen bent? Megszületik a hangszerelő fejében. Tehát ugye megnézem a partitúrát, meghallgatom a művet, ugye most már a technika, tehát hogy a világhálom most már nagyon sok minden fel van, és a technika segít minket. És hát meg kell hallgatni, hogy egyáltalán alkalmas-e átírni mondjuk tételezzük fel egy szimfonik, vagy egy filmzeneit, vagy egy rockzenét, vagy akármit fúvózenekarra. Melyik a jó? Melyikkel könnyű dolgozni? Mondjuk hát, egy filmzenével, egy rockzenével? Jó, mindegyiket szeretek, mindegyikkel könnyű dolgozni szerintem, és mindegyiknek megvan a maga kihívása, azért mondjuk egy torzított gitárt megjeleníteni a zenekari hangzókében, az nem mindig könnyű. Miután megszületett a fejben, hogy milyen hangképet és milyen hangszíneket szeretnénk varázsolni a zenekarra, utána igazából azt már csak le kell írni. Az a melósabbik része amúgy, mert ugye ott nagyon sokat kell a gép előtt ülni, és nagyon sokat kell írni a kottát. De általában azt mondom, hogy nagyon-nagyon kevés mű van szerencsére, amit nem lehet átírni maximum. Tehát transponálni kell a ritmusokat, illetve más hangszíneken fog megszólalni, de el tudunk mindent játszani. Mennyire szólhatnak bele a zenekari tagok abban, mondjuk egy könnyedebb program esetében, hogy mondjuk nekem ez a kedvencem, vagy mi lenne, hogyha játszanánk egy olyan filmzenét is, ami mondjuk a szívünkhöz közelebb áll. Tehát mennyire engedsz beleszólást? Engedek beleszólást természetesen, sőt szoktam is kérni a kollégákat, hogyha például nagyon szeretem, hogyha játszanak szóló számokat, hogy hozzanak nyugodtan, mert tehát a kezdeti fázisban még fel tudjuk úgy fűzni, hogy szépen beleilleszkedjen a koncertműsorunkban. És nagyon szeretem, hogyha ők javasolnak, mert ott általában gyorsabb a tanulási folyamat. Én meg szeretek olyan szenéket játszani, amiket ők is szeretnek. Tehát nem szeretem minden esetben tartani ahhoz magamat, hogy már pedig az lesz, amit én most kijelöltem. Ezt én rugalmasan kezelem. A gyepsónál is, amikor például tanuljuk a koreográfiát, akkor még egy kicsit a kulisszák mögé, akkor én általában ezt papíron letervezem. Tehát lerajzolgatod, hogy mindent, igen. Ki hova, ki mikor indul, mikor áll meg, merre fordul, melyik ez a kottával együtt nézendő, megtanulandó? Nem, hát a zenét mi előre megtanuljuk, és akkor megyünk ki az alakulótérre, és akkor ott állítom be a különböző formációkat, és mindig mondom, hogy kinek mit kell csinálni. A kollégáknak van mindenki jegyzete saját magának, ahogy éppen szeretne, erre már elég jól bejáratott technikájuk van.
Ennyi fért magazinunkba, Somogy kulturális híreivel egy hét múlva jelentkezünk újra. Ha tetik, tartsanak addig is és akkor is velünk. Videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, vagy YouTube csatornájára kattintva is. Viszontlátásra!